majd mi uraljuk az anyagot. Ő fog felettünk uralni. Ő fog felettünk uralni. Én kövér gyerek voltam, szegény családból, nekem mindig kisebbségi érzéseim voltak, folyamatosan. És ott belekerültem egy olyan társaságba, ugye, ahol, nagyobbnak éreztem magam. Vagy azzal, hogy én otthon ez a szendek is szolid gyerek, ott meg úgy kiadtam magam. Ugye jött az, hogy hát amikor ittam, akkor én belementem bármilyen baléba. De csak azért, tehát nem maga azért, hogy én másnak ártsak, hanem az miatt, hogy nem az a kövér gyerek voltam. Tehát innen indult, és akkor ebbe a társaságba keveredett bele az anyag, mint olyan, hogy jött a lehetőség, hogy hát akkor lehet árulni. Édesanyám közben meghalt, elindultam Pesten, és hát a nővérem fent lakott Pesten, ő próbált nekem ott segíteni, beilleszkedni. Megtaláltam a zsáka foltját, tehát egyből tudtam magamnak, olyan közegbe próbáltam mozogni ott is, hogy láttam, hogy kik ezek, akik ott környékben ilyen korombeliek, de már azért hát ilyen világi életet éltek. És akkor így elkezdtem velük ismerkedni, hát természetesen egyből adta magát ismét a lehetőség, mint anyagozás és árulás és egyéb. És akkor így elindult a pesti, úgymond, hát nagyvilági élet. De eddig csak ugye hétköznapi nyelven szívtam, semmi más nem történt. Csak ebbe az életvitelbe valószínű, hogy beleunhatott a párom. Ilyen egyik pillanatra a másikra azt mondta, hogy ő neki ez elég. Haveromhoz mentem átlakni. Ők már intravénásszer használók voltak, előtte, x évvel ezelőttről, és akkor én még tartottam attól, hogy megszúrja magam, hát én megszúrattam magam. Hosszas veszekedés árán, mert ő valószínűleg már tudta azt, hogy ennek mi lesz a vége. Mert hogy az volt a baj, hogy vannak ilyen hullámok a szerhasználatnál, amikor már nem elég. Tehát mindegy, hogy az ember mit használ, amikor olyan állapotban vagy olyan szituációval találja magát szembe, nem elég, nem adja azt, amit eddig várt tőle az ember. És akkor jön az, hogy szintet lépünk. Tehát egyre keményebb irányba indul el a dolog. Akaraba, akaratlanul. Ez bekövetkezik. Ez törvényszerű. Akkor már kinnéltem az utcán. Hát odáig züllött az egész, elvesztettem mindent, amit össze tudtam magamnak szedni. Egy beanyagozásom után gyors étteremnek a WC-ben történt, amikor, és onnan mentem kifele. Hát annyit tudtam, hogy kisétáltam a parkolóig, és ott a fal mellett összecsúsztam. Hát akkor már amennyire abban az állapotban tudatosult velem, hogy hát valami nem jó. Ott az ottani dolgozók hívták rám a mentőket, akkor 3 napig feküdtem a kórházba. Hát a 3. nap elején volt az, hogy az orvos bejött, addigra már úgy azért kitisztultam, és közölte, hogy még egy valamiféle, nem is tudom, hogy mit adtak be, mert azért annyira nem volt tiszta a tudatállapotom. Ha ezt még megpróbálják, ha nem fog megmozdulni a lábam, akkor felejtsem el. Akkor hallucinációból kifolyólag szaladtam neki oldalról villamosnak, amiről úgy estem hanyatt, tehát olyan lendülettel rohantam, kifele az egy ilyen bozótos részem volt, villamos sín mellett volt egy ilyen bozótos, és akkor ott ugye az tudatmódosítószer hatására jött egyből az, hogy engem üldöznek. Hallottam a kutyaugatástól kezdve, hogy kiabálnak, hogy ott van, fogjuk meg, láttuk, és akkor semmit nem néztem, csak néztem hátrafele, és rohantam kifele a bozótosból, de közben én nem figyeltem arra, hogy jön a villamos, és én oldalról neki szaladtam. Az a baj, hogy például akkor, amikor én eljutottam arra a pontra, hogy nekem ez így
Nem adta. Tehát ez is egy érdekes dolog, nem azért, mert hogy én fú, de mennyire fel akartam állni ebből az egészből. Próbálkoztam, voltak próbálkozásaim, elmentem dolgozni, sikerült alkalmi munkákat találnom, de könnyen jött pénz, könnyen ment. Tehát az volt az első, hogy nem ment egyszerűen, nem ugyanoda jutottam vissza. Egy hétig talán jó volt, annyiból, hogy amíg mondjuk dolgoztam, talán ettem egy pár falatot normális körülmények között, nem a kukából, de utána a hétvégén ugyanott találtam magam. A minden napjaim abból teltek ki, hogy ahogy kinyílt a szemem, elindult a kombinálás, a gondolkodás afelé, hogy miből, honnan, a leghamarabban, a leggyorsabban, és gyerünk. Ezt úgy tudom mai nyelven lefordítani talán ugye nagyon sok ez a videójáték, hogy nekem minden nap egy új szint volt. És akkor volt egy küldetésem, amit nekem teljesítenem kell. Volt ez a szintlépés, akkor nekem már nem adta. Próbáltam magam túllőni, nem sikerült. Ezeket szándékosan. Próbáltam levegőt befecskendezni, mert jött egy olyan gondolat, hogy majd a filmekben láttam, hogy egy-két buborék, azt akkor jó. Hát semmi. Az utcán én 3 évet remeteként éltem. Tehát én csak annyit beszéltem, amit nekem muszáj volt. És voltak olyan pillanatok, tisztább pillanat, amikor sírva szaladtam egy hirdető tábla elé, hogy valahonnan jött a gondolat, hogy úristen, én nem tudok olvasni. És amikor megálltam, és akkor el tudtam olvasni, hogy oda van írva, akkor tudatosult bennem, hogy hát tudok olvasni. Mert hogy nem kommunikáltam senkivel, csak azt, amit muszáj volt, amit nagyon muszáj. A legfontosabb a segítségkérés. Hogy ne féljünk elmondani, belátni, bevallani azt, ami van. Az a baj, hogy ezzel a szerrel azt a nyomást, amit ez gyakorol minden emberre, azt nem fogja tudni feldolgozni, ha magába tartja. És próbálom azt, hogy tehát másnak ne kelljen ezt az utat végigjárni, amit nekem. És ha már egy ember vagy egy valaki sikerül ezt tudatnom, akkor én már boldog vagyok. És ugyanígy ez a lényeg, hogy be kell vallani. Gyengék vagyunk. Tehát egyszerűen nem tudunk úrrá lenni, ez hülyeség, hogy majd mi uraljuk az anyagot. Ilyen nincs. Nincs. Ő fog felettünk uralkodni. Ő fog felettünk uralkodni. Mindig van fény az alagút végén. Olyan nincs, hogy nincs tovább, hogy lehetetlen. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy, segítséget kell kérni. Amit nagyon sok esetben kapunk is, annélkül, hogy kérnénk, el kell fogadni. A legfontosabb, hogy az ember megadja magát. A legcsodálatosabb érzés, nem az anyagtól kaptam. Voltam mindenféle eufóliába, különböző úgymond dimenziókba. A legnagyobbat az adta, amikor kiléptem a fényre. És ez a tiszta életnek a kezdete. Családom lett, munkahelyem, barátaim, emelt fővel tudok végigmenni az utcán. Én úgy vagyok vele, hogy én nekem megvan mindenem. Többre nincs szükségem. Tehát ahhoz, hogy én boldog ember legyek, ahhoz nekem most megvan minden. Én boldog vagyok, jól érzem magam.